Sziasztok, én elnézőek, és elérkeztem a következő videóval, és elnézést szeretnék kérni, ugyanis múlt héten nem volt videó, ennek az az oka, hogy rengeteget kellett tanulnom, szinte minden nap két-három dolgozatot írtunk, vagy felelés volt, és egyszerűen nem tudtam beiktatni a hétvégén be azt, hogy én videózzak, viszont már itt vagyok, és ezen a héten szokásosan érkezik ugyanúgy két videó, ezen a héten is rengeteget kellett tanulnom, de most már úgy voltam vele, nem érdekel ezt az egy-másfél órát, még én videózok, azt erre fogom szentelni már, nem érdekel, erre szükségem van. És még mielőtt elkezdeném ezt a videót, meg szeretnélek titeket arra kérni, hogy ide a videó alá, vagy kiteszek egy community posztot az alá, illetve Insta Story-ba is majd kiteszek egy ilyen kis kérdésmatricát, abba írhattok nekem kérdéseket, és azokat én meg fogom majd válaszolni egy videóba karácsonykor, ugyanis karácsonyra két ötletem van. A 24-én John Benny Ramsey esetét fogjuk feldolgozni, ugyanis ez karácsonykor történt, és az úgy gondolom, hogy témába vág. Igaz, nem olyan szívmelengető és békés, de mégiscsak karácsonyi. Illetve még karácsony környékén szeretnék egy ilyen beszélgetős magbang videót csinálni, amiben a ti kérdéseitekre fogok válaszolni, és egy picit elbeszélgetünk, hogy ha hiába mégis ugye ilyen gyilkosságokról, büntényekről szól ez a csatorna, mégis valami picit családiasabb ö, videót is elhozzak nektek, ami picit békésebb, picita. Hát nem annyira erőszakos, és nem annyira brutális, mint amik szoktak lenni, úgyhogy tényleg nagyon kérem, hogy írjatok nekem ide a kérdéseket, vagy community poszt alá, vagy ide, vagy az Instagram a kérdésmacicába, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok a kérdéseitekre. Nagyon személyes kérdésekre nem fogok valószínűleg e, válaszolni, és ezek olyat tesztek föl, de minden más jöhet velem kapcsolatban, ezekkel az ügyekkel kapcsolatban, valamire kíváncsiak vagytok, vagy akármi, amire tényleg kíváncsiak vagytok, és megpróbálok majd rá válaszolni, úgyhogy ezt nagyon-nagyon várom már, hogy megcsináljuk ezt a videót. És azért mondom, hogy megcsináljuk, mert igazából ti is ebbe benne vagytok, ugyanis... Van-e mennyire beszélgetés, ugyanis ti kérdeztek, én válaszolok, hiába én nem hallom a ti válaszotokat, vagy reakciótokat, de a kommentekből majd látni fogom, úgyhogy már nagyon várom. És a mai videó egy magyar sorzatgyilkossal fog szólni, aki szintén egy nem egy annyira ismert, nem egy cinkotai bádogos rém, vagy nem egy Szabó Zoltán, Uh, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy uh, mi lesz erről a véleményetek, és hogy fog nektek tetszeni, úgyhogy a mai emberünk nem más lesz, mint Gyömbérpál, Pál, vagy Kató Gyömbér Pál csanypusztán született 1859. november 8-án Gyömbér Ágnes törvénytelen gyermekeként, és ez a csanypuszta körülbelül úgy Szeged környékén van, Szeged és Csongrád között nagyon szegény családban ez a szülei nem is voltak házasok, és ilyen csúf gúny névként ragadt rá ez a katók oszpitál. Nagyon a gyerekkoráról információnk sincsen, nincsenek arról adatok, hogy mondjuk valami szakmája lenne, vagy hasonlók, arról is egy iskolába járt volna esetleg, ezért olvasni sem tudott. Saját bevallása szerint szeretet nélküli környezetben nőtt fel, gyakran költöztek az anyjával tanyáról tanyára, és négy éven keresztül Kunszent Mártonon élt gyerekkori cimborái elmondták, hogy Gyömbér Pál nem szerette a fizikai munkát, viszont teljesen elutasította az italt, illetve a szerencsejátékot is. Eltal korában több mint öt évig udvarolt egy mincenti lánynak, pap Erzsébetnek. Ez a lány viszonozta Gyömbérpál közeledését, igazából nagyon örült neki, hogy ez a fiú udvarol, és Gyömbérpál is próbálta minél jobban elkápráztatni a lányt. A munkából való megélés viszont igen nehezen ment, ezért elkezdte magát kisebb rablásokból és lopásokból föntartani. Ám lebukott, és egyszer két és fél évre, majd három hónapra börtönbe került. A börtönben Rózsa Sándor bandájába tartozó később kivégzett Besenyei Páltól több jó tanácsot is kapott. Például azt is, hogy ezeket a rablásokat és lopásokat a tett hely felderítése nélkül is, előzetes felderítése nélkül is el lehet végezni, viszont szóval, ami nagyon fontos, hogy nem szabad tanúkat hagyni, illetve a gyilkosságnál nem szabad tettes igénybe venni, és ezeknek az információknak a birtokában Gyömbér Pál már úgy gondolta, hogy nagyobb volumenű bűncselekményeket is el tud követni. A gyilkosság 1888. február 19-én kezdődtek, mikor is Gyömbér Pál szállást keresvén bekopogott a Csongrádban lévő öreg szőlő nevű kis faluban a házas házaspárhoz. Ez egy nagyon idős és öreg házaspár volt, nagyon kedvesen befogadták pált megvendégelték és ágyat is adtak neki aznap éjszakára, viszont ezt a férfi nem igazán hálál, hálálta meg, ugyanis éjjel fölkelt és az öreg förgeteget egy bottal agyon verte, majd a világtalan feleségét egy székkel verte agyon. A férfi nem élt a túlatámadás, viszont a vakasszony igen. Február 29-én egy ember pár újra szállásért ment. A pontosan nem tudom, hogy most Borbély vagy balás borbálának hívták ezt az asszonyt, de legfőképpen azért indult hozzá, ugyanis egyszer hallotta, hogy van 300 megtakarított forintja, amiből a kocsmát szeretne nyitni a közeljövőben. A szonyt éjszaka egy baltával agyonütötte, ki is fosztotta a lakást, és rátalált egy 280 forintot érő takarékkönyvre is, ami ugye a nőházába volt, és analfabéta révén ugye nem tudta elolvasni, nem tudta értelmezni, ezért eldobta azt a sok forintot érő takarékkönyvet, és egyszerűen csak kihajtotta a kukába, nem is vitte magával. A lakásban viszont rengeteg ékszer talált, amit másnap a mennyasszonyának vitt ajándékba. A rendőrség egyébként egy Pető István nevű fiatalember gyanúsított Balázs vagy Borbély Bolbára megölésével, és egy hónapra börtönbe is zárták ezt a férfit, ugye, mint tudjuk, hibásan, ugyanis nem ő követte el a gyilkosságot. Gyömbér pár 1888. szomber 10-ről 11-ére viradó éjjelén, mikor Kiskunhalasról sétált kis telek felé, rátámadt a Tisóczki házaspárra, akik egy ilyen italmérő üzemet vezettek és üzemeltettek annak a reményében, hogy náluk 300-500 forintot is találhat akár. Most már sokat részegen talált otthon, ő maga is elfogyasztott több mint 10 liter bort, majd szállást kért az ottaniaktól. A helyet előkészítő Tisóckit szintén egy rozog a baltával fejbe verte. az asszonyt az éléskamrába tuszakolta, és arra kényszerítette, hogy adja át neki a pénzt, viszont erre az asszony nem volt hajlandó, ezért őt is fejbeverte. Innen egyébként csak italt és ruhaneműt tudott ellopni, és itt már nagyon okos volt ez a gyömbérpár, ugyanis átrendezte a tett helyszínét, például edényeket, tányérokat tett az asztalra, hogy a nyomozók és a rendőrök és a barra gyanakodjanak, hogy több tettes járt itt, és egyedül követték el ezt a bűncselekményt a lopásból és rablásból kinyert, meg megnyert, elvitt dolgokat, mondjuk ruhákat, ékszereket, stb. az a mennyasszonyának ajándékozta. A következő gyilkosságra 1888. ember 27-én került sor, mikor is Gyömbér Pál az esküvőjére tartott, hogy házasságot kössön pap Erzsébettel, ugye a mennyasszonyával, viszont úgy gondolta, hogy milyen buli lenne útközben, miközben megy az esküvőjére megtámadni egy öreg idős asszony, így is tett, és így a a tanyáján megtámadta a Vince rókusnét. egy baltával fejbe ütötte az idős nőt, viszont a baltának igazából az, az éres része, amit használunk igazából, az lepattant, így egy mangorlófával fával fejezte be a ütlegelést és a, a, verést. Az asszony holtestét az ágyába tette és betakarta, innen mindössze 25 forintot, egy csizmát és egy ünneplőt tudott elvinni. Alott asszonyra a családja talált rá, amikor jöttek haza a mezei munkából, és egyébként ebben a gyilkossággal Vincze Rókust, ugye a nő férjét és egy ott a környékben élő lakost gyanúsítottak, és az erőszakos kihallgatásoknak köszönhetően egy beismerő vallomást is ki tudtak belőlük csikarni. Gyömbérpálnak viszont igen csak igyekeznie kellett, ugyanis másnap volt az esküvője Pap Szegváron, és egyébként az előző gyilkosság, ugye az ö, Vincerókusné gyilkosság a magyar tésen történt. És az esküvőre már megmosakodva a meggyilkolt asszony fiának a csizmájában és ruhájában érkezett az esküvőre, és a papnak a tiszteletdíjat abból a 25 forintból fizette ki, amit elrabolt a magyar tési következő gyilkosság 1888. december 17-én történt, amikor is kiszemelte Lévi Lénit, ő egy kocsmát üzemeltetett, és mikor betért a kocsmába, akkor fejbe is egy baltával. Az áldozat nem kábult el teljesen, így meg tudta harapni a férfinek az ujját, és mivel annyira megijedt, Gyömbérpálett a harapást igazából meglepte, hogy nem kábult el teljesen az áldozat, illetve a... hallottátok ezt? csak én valami recsen, szerintem a fa mindegy, de most azért nagyon beszartam. Na no, ugye én itt vagyok ebbe a kis faházba egyedül, és így, így azért picit azért néha egy para ezekről beszélni, most nem mondom nektek azért őszintén, szóval, ja, meg igazából ide, a, ebbe a kis faházba, hogy ki vannak téve mondjuk tablók ezekről, mondjuk például van egy, majd ide kiteszem mondjuk, hogy egy gyilkos, sorozatgyilkos, vagy álmukfotó, egy ilyen, a táblázat, meg pár kép ilyen dolgokkal kapcsolatban, szóval néha picit azért para itt, itt, egyedül lenni, Na de mindegy, folytassuk is. Mivel nagyon meglepte, hogy megharapta a nő az ujját, illetve megjelent közben a nőnek a férje is, ezért elfutott, és az éjszakát egy árokba vészelte át. A sora pedig 1889. április 17-én került sor. Pérpál egy akácfából készült bunkót készített magának, és aznap éjjel megtámadta az unokáira vigyázó fazekas Istvánnét. A nőt leütötte, és az arcát késsel megszabdalta. Azt követelte tőle, hogy mondja, hogy hol tartja az élelmet, illetve a pénzt kifosztotta, majd elmenekült, és nem tudom, hogy mondtam, de ez a gyilkosság Szegváron történt, az előző pedig szentesen, viszont itt már Gyömbérpál Szegvár felé menekült, és itt már elhagyta a szerencséje, ugyanis az unoka meglátta, hogy ugye a nagymamájával mi történt, és látta azt is, hogy a tettes merre futott, merre menekült, és a felbőszült szomszédság és a családférfi tagjai elkezdték küldözni a rablógyilkost, és Gyömbérpál öngyilkosságot akart Követni, ugyanis egy útba akart beleugrani, viszont ezt nem hagyták, leteperték a földre, és elfogták, és pált a Szegedi Csillagbörtönbe zárták. A rablógyilkos gyilkos felére 1889. augusztusában került sor Szegeden. A királyi ügyészség a férfit öt rendbeli gyilkosságban, három rendbeli gyilkosság kísérletben és több lopással is megvádolta. Gyönyörpál egyáltalán nem félt, azt gondolta, hogy egy enyhe büntetéssel megúszta, maximum egy-két évet kaphat. A bírósággal kezdetben nagyon magabiztosan és hidegvérrel beszélt. Kiemelte, hogy ezeket a gyilkosságokat mennyire meggondoltan és tudatosan követt el, és ez már szinte nagyon zavarbejtő volt, amennyire um, teljesen el tudott vonatkoztatni ennek az érzelmi oldalától. Többször kiemelte, hogy több olyan alkalom is volt, hogy a tett helyszínre gyilkossági szándékkal érkezett. Semmi érzelmet egyébként nem mutatott ezek ezek a megnyilatkoztatóások közben, viszont amikor a felesége pap Erzsébet került terítékre, akkor mindig elérzékenyült. Tehát ezeket a dolgokat igazából jól megfizetett munkárán szerezte meg, és ő, ő előtte titkolta ezt a bandita életét, igazából, a fogalmazhatok így. Persorán mindössze akkor mutatott gyanú, Pár érzelmet, mikor elmondták neki, hogy a felesége nagyon haragszik rá, és nem gondolja jónak, amit csinált. Ráadásul az is rátette erre az egészre, hogy ugye egy rengeteg olyan dolgot vallott be, ami egyenként is már halálbüntetéssel járt volna, nem hogy így ennyire sok szor elkövette ezeket a büntetteket, így nem volt más választása a védőjének, így arra hivatkozott, hogy elme bajos, és hogy élete végig inkább intézetbe zárják gyömbérpált. Ezen szándéka azonban gyömbérpál nagyon határozott és egyértelmű kinyilatkoztatásai miatt és vallomásai miatt szinte esélytelen volt, ezért 89. augusztus 13-án kötél halára ítelték gyömbérpált. Az ítéletet nem enyhítették továbbra sem, és 1800 90. április másodikán felakasztották. Ömbért a Dorosmai úti raptemetőben helyezték örök nyugalomra és a bűncselekményekhez használt eszközöket a szoka, az akkori szokásokhoz híven elárvárezték. Az elkövetett tettek hidegvérűsége, és a szerelem, amit paperzében tiránt mutatott, nagyon ellentétesnek bizonyult, és ez nagyon felcsigázta a köznép érdeklődését, és folyamatosan verseket írtak róla, mindenhol az ő képe volt az utcán, és ezeket a verseket és költeményeket is nagyon gyorsan elkapkodták az emberek. Még Gárdonyi Géza is írt gyömbér a Szegedi Naplóban, és a köznép is fönnösen balladákba, mesékbe, versekbe szőtte bele az alakját, és most fel szeretnék nektek olvasni egy kis versikét, ami gyömbérpáról szól. Szájjel, madár szájjel, minden szentön keresztül, nézd meg az én őrzsikémet, maga van egyedül. Ha kérdi, hun vagyok, mondd meg, hogy rab vagyok, a szögedi nagy fegyházban félig vasba vagyok. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó lezárása lesz ennek a videónak, ez a kis versike, és nagyon kíváncsi vagyok, hogyha az elkövetett bűncselekmények városában éltek esetleg, akár Minden Szent, vagy nem is tudom, Szentes, Szegvár, Szeged, akármi egy csanypuszta is, akár nem tudom, hogy egyébként ezt most még így hívják-e, azt annyira annak nem néztem után, de hogyha ezek közül, amiket felsoroltam ugye a videóba, valamelyik városban éltek, akkor nagyon kíváncsi vagyok, hogy esetleg hallottatok-e már Gyömbérpárról, avagy Katók-Hospitáról, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, ugyanis én erről még nem nagyon hallottam, hogy beszélt volna annyira így Magyarországon. Én is, amikor nézegettem a Wikipédiát, ugye a magyar Wikipédiában van egy olyan, hogy magyar sorozatgyilkosok listája, és akkor azt ott végpörgettem, és ott találtam meg őt, és számomra nagyon érdekes volt. Ugyanis nekem picit olyan betyárosnak tűnik ugye az életmódja, meg ami ugye nem annyira gyakori ezeknél az eseteknél, viszont ugye még így sorozatgyilkosnak minősül természetesen, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok a véleményetekre, és ne felejtsetek el kérdéseket írni ez alá a videó alá, vagy a community poszt alá, vagy instán a kérdés matizába, ide kírom a és nevemet egyébként sokszor teszek ki kvízeket, meg ilyen mémeket is szoktam egyébként kitenni, sokszor kiteszem, hogy milyen videók várhatók az adott hónapban, vagy az adott héten, ha megszavazzátok ti azt, hogy melyiket szeretnétek előbb látni, vagy ajánlatok nekem, és tök sok üzenetet is kaptam már, ami nagyon-nagyon jó esik, nagyon aranyos üzeneteket, és annyira cukik vagytok, de tényleg olyan kedveseket tudtok nekem írni, és egyébként mindenkinek válaszolok maximum egy-két napon belül tele. Van olyan, hogy az Insta nem dobja föl nekem, hogyha valaki ír, de mindig próbálom figyelni az engedélykéréseimet, és tök sok olyan ember van, akivel nagyon jól elbeszélgettem, nagyon jó beszélgetések tudnak itt indulni, és nagyon jól esik tényleg, hogy a ilyen üzeneteket kapok, nagyon-nagyon kedvesek vagytok tényleg, és, és innen is puszulok mindenkit, akivel akár egy pár szót is váltottam ott instán, vagy esetleg követ, vagy akármi, tényleg nagyon-nagyon köszönöm, és nektek is ugyanis már mindjárt meg össze 3000 annyira örülök neki, és aj, annyira tényleg nagyon-nagyon köszönöm, rettenetesen hálás vagyok, úgyhogy tényleg ennyi volt már ez a mai videó, ha tetszett, nyomjatok egy lájkot, iratkozatok fel a csatornámra, Kövess, kövessetek a közösségi oldalaimon is, már szóval nem tudok beszélni se. Aniz voltam, vigyázzatok magatokra, hatalmas fellést küldök. Puszi! A, ugye az a éles része lepattant lór, ló nem bírok beszélni, baszki. Az utolsó ismert rabló gyilkosságára 1889. december 17. -dik... Nem. Az utolsó gyilkosságára 1889. december 10. Nem december, április. Az utolsó rabló gyilkosságára 1000. Nem tudok beszélni. Hoz mondjuk ékszerek. Hoz mondjuk ékszerek. Én Aniz voltam, vigyázzatok malatokra. Mit szoktam még ilyenkor mondani? Vigyázzatok ma atokra. én ma Aniz nem így szoktam mondani. Mi szokott lenni az autróm? Úgyhogy én ma Aniz voltam, vigyázzatok, nem bírok beszélni. Én ma Aniz voltam, mondjuk mindig az vagyok. Aniz voltam, kívánom, nem kívánom. Aniz